Várhatóan novemberben nyugdíjba vonul Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. Az Erdélyi Katolikus Egyházmegye főpásztora egészségügyi gondokra hivatkozva kérte egy évvel 75. születésnapja előtt a szolgálatból való felmentését. Hamarosan elfogadja a Szent Szék Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Tamás József csíkszeredai segédpüspök nyugdíjazási kérelmét, tudta meg híradónk Potyó Ferenc pápai prelátustól az érseki iroda vezetőjétől. Jakubinyi György egészségügyi problémák miatt, Tamás József a 75 éves korhatár elérése miatt kérte a nyugdíjazását. Az új érsek kinevezésére várhatóan novemberben kerül sor. Tamás József helyére egyelőre nem neveznek ki más személyt, az új érseknek kell majd megindokolnia, hogy miért van szükséges segédpüspökre. Még nem tudják, hogy ki lehet az utód, a kiszemelt nevét a pápai nuncius javasolja majd a Vatikánnak, és Ferenc pápa számos szempont figyelembevételével hozza majd meg a döntést. Az apostoli nuncius széleskörű konzultációt folytat, tehát pápai titoktartás alatt ül ki leveleket, személyeknek, papoknak, rajta jelölteknek a nevei, akikkel kapcsolatban véleményt kell nyilvánítani, és ezeket összegyűjtve alakul ki az a kép, az a döntés, ami alapján majd megjelölik azt a szemét, aki alkalmasnak bizonyul. Ha az egyházi személyek tartózkodnak attól, hogy latolgassák az esélyeket vagy neveket soroljanak fel, a sajtó néhány nevet már meglebegtetett. Az utódlás kapcsán Böcskei László nagyváradi megyés püspök, Schönberger Jenő szatmári püspök, a Kézdivásárhelyi Kovács Gergely okleveles posztulátor, Szénégető István Barnavás marosvásárhelyi plébános, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője, valamint Kerekes László szentszéki tanácsos neve is felmerült.